Tisztelt ünneplő közönség! Bevezetésként, köszöntésként egy történelmi dallamot hallottak, most pedig énekeljük el tárogató kísérettel először a magyar himnuszt, utána pedig a székely himnuszt. Tisztelendő urak, nagy tiszteletű urak és felesége, polgármester asszony, alpolgármester úr, jegyző asszony, Emődi Dániel, Pro Patria alapítvány regionális Simony Jóbecsen Egyesület elnöke, és minden kedves jelenlevőt szeretettel és tisztelettel köszöntök ezen a felemelő hazafias ünnepségen, ahol ma a hősökre emlékezés napján egy hős katonáról emlékezünk, Simonyi József ezredesről, huszár ezredesről. Kérem ezt a nem olyan túl hosszúnak ígérkező, de én meg vagyok győződve, hogy annál bensőségesebb ünnepséget szeretettel, hazafias érzülettel és vallásos érzülettel együtt töltsük el, és akkor egy szép és emlékezetes nap
emlékként marad meg az emlékezetünkben, és lesz ez az emlékhely megszentelve, beszentelve Gégény lakosságának egy emlékeztető jele, arra nézve, hogy mit lehet és mit kell tenni a hazáért, ha szükség van. Most hallgassuk meg Nagy Csaba tárogató művész játékát. Történelmi dallamaink sorából természetesen olyanokat választottam, amelyek erősen kapcsolódnak a huszárokhoz. Mely dallammal is kezdhetném, mint azzal, amit már is hallani fognak, huszár gyerek, szereti a táncot. Aztán következzenek azok a dallamok, melyek a huszárok életéről szólnak. Csaba tárogató művész felemelő játékát és Simonyi Óbester idejét is megidéző játékát. Egy pár szóval legyen szabad bemutatnom a legvitézebb huszár életét és működését. Nagy Magyarország számos vidékén toborozta nevezetes huszár ezredébe. Az 1800-as évek elején Simonyi Óbester a huszárokat. Jókai Móra legvitézebb huszárnak nevezte őt. Toborzásai során Simonyi ezredes, vagy ahogy akkor osztrákosan nevezték Óbester, Gégényt sem hagyta ki, hiszen tudta, hogy a nyírségi legények között sok bátor katonának, hogy ne mondjuk huszárnak való akad. Kedvező terep adottságaival a nyári gyakorlatokra is alkalmas területet kínált Gégény és környéke, ami nem úgy nézett ki akkor, mint ahogy most kinéz. Méltó, hogy az utókor maradandó emléket állítson ennek a vitéz és jó hazafi magyar ezredesnek, aki egész felnőtt életében véres csaták százaiban sikeresen védte hazánkat. 1771. március 18-án született Nagy Kállóban nemes Simon József, a későbbi báró Simonyi Óbester. Apja mészáros mester volt, akinek összesen 11 gyermeke született, közülük sajnos csak 4 érte el a felnőtt kort. Ezek között volt a mi Simonyi Józsefünk. Simon Józsefünk, akkor még Simon Józsefnek hívták. Józsefet bátyjával együtt gimnáziumban tanítatta az apja, de József nem fejezte be a gimnáziumi tanulmányait. Akkor 6 osztályos volt a gimnázium, ám ő az 5. osztályból megszökött, Pesten a piarista gimnáziumból,
és huszárnak állt. 1786 őszén. Apja azonban kiváltotta a katonaságból, és Mészáros Inasnak adta Kecskemétre. Egy évet ki is töltött a nemes mesterségben, de 1787 novemberében a Mészáros bárdot huszárszabrajára cserélte fel, mert Hajdúböszörményben katonának állt. 1788 őszén, tehát egy évi katonáskodás után, a törökök elleni háborúban a délvidéken esett át a tűzkeresztségen Simon József közhuszár. Hős tettet mint véghez, de közben súlyos sebesülést is szerzett, amiből azonban szerencsésen felépült. Ez volt az első sebesülése, amit még négy követett, de mindből Isten segítségével felépült. 100 élete volt ennek a hősnek. A török háborút, a franciák elleni háború hosszú sora követte egészen 1815-ig. Simon József legendás huszárrá verekedte fel magát. Született katonának bizonyult. Gyorsan átlátta a helyzetet a csatatéren, és késedelem nélkül mert és tudott cselekedni. A legveszélyesebb feladatokat vállalta. A ranglétrán eleinte mégis lassan emelkedett. Hős tetteiért kitüntették, jutalmazták, de az előléptetéssel eleinte bizony szűk markúan bántak felettesei. Főhadnagy korában kapta meg 1800-ban a Mária Terézia rendet, aminek alapján 1804-ben bárói címet nyert. Ekkor változtatta meg a nevét Vitézvári Simonyra, az addigi Simonból Simonyi. A bárói ranghoz elég későn, 1819-ben kapott több mint 10 000 holdas birtokot, majdnem a 20 000-et közelítette az. Arad vármegyében volt ez a birtok. Ezredessé 1813-ban a lipcsei csatatéren nevezte ki első Ferenc császár és király, aki tanúja volt annak, hogy Simonyi alezredest egy francia karabélyos lovas szíven lőtte, és Simonyi lefordult a lóról. A hős huszár eszméletlenül bukott le, hamarosan magához tért azonban, mert a golyót felfogta a belső zsebében lévő bőrkötéses jelentő könyv, így aztán lóra kapott és fergeteges rohamra vezette huszárait. A császár és király ezek után nevezte ki ezredessét. Akkor még előfordult, hogy egy államfőnyi csatatéren is részt vett. Nem messziről, valamilyen bunkerből irányította, hogy mi csináljanak mások. Napóleon császár végleges legyőzése után egy ideig Franciaországban állomásodott ezredével Simonyi, majd Bécsben a császár és királyi ház ezrede feladatát látta el egy évig. Aztán Nagyváradon, legtovább azonban Debrecenben állomásodott. Debrecenben 1818-tól 1823-ig állomásodott 5 év. Ekkor gyakorlatoztak az Alföld különböző vidékei. Debrecenbe vitte 1822-ben 19 éves fejét az akkor már 51 éves Hadfi. Házassága Isten áldásával szerencsésnek mondható volt, mert ifjú neje 5 gyermeknek adott életet, akik közül sajnos csupán az első 2 érte meg a felnőttkort. Elsőszülött fia, Simonyi Lajos báró, 1848-ban országgyűlési képviselő volt, aki 1849. januárjában huszár főhadnagyként beállt a honvédseregbe, és végigharcolta azt. A kiegyezés után országgyűlési képviselő, majd 4 évig nagyon sikeres pénzügyminiszter tisztségét töltötte be, aki rendbehozta az ország pénzügyeit. Kellene most is egy ilyen.
Simonyi óbester méltatlan véget ért. Koncepciós per áldozata lett, melynek során tiszti rangját és hadi kitüntetéseit elvesztette. Sőt, 2 évi letöltendő várfogságra ítélték. Váróságát azonban és birtokát meghagyták. Aradon tisztes körülmények között családjával együtt lakva töltötte fogságát, de sajnos 1832. augusztus 23-án, mint hívő katolikus, a halotti szentségek felvételével üszkösödésben elhunyt. Többször eltemették és áttemették, végén Budapesten temették el a volt kerepesi temetőben, most Fiumei úti temető ennek a neve, ahol ott van a sírja, nemzeti sírkertben. Ott alusszak örök hálán, a legnagyobb. Az emléktábla leleplezésére tisztelettel kérem Zakor Ildikó polgármesterasszonyt és Emődi Dániel urat, a Propátria Alapítvány elnökét. Beszentelésére tisztelettel felkérem főtiszteletű Varga János Esperes urat és főtisztelendő Takács András plébános urat először. Most megkönyörgésünket. És a megjártásunk Isten elé. Az Úr legyen vele. És a te lelkeddel. Imádkozzunk, testvéreim, az áldó szertartás előtt úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozni, együtt és hangosan. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, te mindig támasztottál szószólót népednek, Izraelnek, de minket sem hagytál magunkra, a jogainkért, családunkért, hazánkért kellett küzdenünk. Hálát adunk neked Simon Józsefért, Nagykálló nemes szülöttéért, akit a történelem Simonyi óbester, vagyis huszár ezredes néven őrzött meg számunkra. A haza védelmében az egész országban toborzott katonákat, a haza védelmére, így sok nyírség is, közöttük épülő fiatalok is megszólított. Az utókor hálásan emlékezik erre, és emléktáblát avat a vitéz tiszteletére. Mindenható Istenünk, te vagy minden szentség forrása, és a te igéd szentel meg minden. Áraszt ki bőséges áldásodat erre az emléktáblára. Legyen ez emlék és emlékeztető. Őrizze Simonyi huszár ezredes élet áldozatának emlékét, és figyelmeztessen feladatainkra, mert ebben a csodálatos hazában, a Szent Kárpát-medencében most is szomorú sorsban élnek magyar testvéreink.
mintha beteljesedett volna rajtunk a 43. Zsoltár panaszos szava. Uram, odaadtál minket, mint vágásra szánt juhokat, a nemzetek között széjjel szórtál. Eladtad népedet haszon nélkül, és cserébe érte nem adtak sokat. Szomszédaink előtt gyalázattá lett, tettél minket. Gúnyol és csufol egész környezetünk. Taníts meg minket, hazánkat szeretni, Urunk, és embertársainkat megbecsülni. Nyerjünk bátorítást és isteni segítséget arra, hogy a békesség munkásai lehessünk. Soha se lehessen úrrá közöttünk a gyűlölet, az igazságtalanság, vagy a féktelen hatalomvágy. A 79. Zsoltár szavaival kérünk, Urunk, újíts meg minket, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk. Áld meg, Urunk, jó szándékunkat, add, hogy földi hazánk hűséges polgárai legyünk, és egykor részesei lehessünk örök országod boldogságának is, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása, szeretete és békéje szálljon le rátok, és maradjon veletek mind örökké. Amen. Tisztelettel felkérem főtisztelendő Szabó Gábor, görögkatolikus parókus urat, mondjon áldást. Megáldatik és megszenteltetik ez emléktábla a Szentlélek malasztja és a Szent Elkizzel való meghintés által, Atyának is, Fiúnak is, Szentléleknek nevében. Amen. Simonyi óbester megbecsülte a református és evangélikus vallású huszárokat is, és amikor Debrecenben 4 csapatzászlót szenteltetett, akkor 3-at katolikus főpapok szenteltek be, egyet pedig a református Debrecen. Ebben a szellemben és a mai ökumenikus szellemben kérem szeretettel és tisztelettel nagy tiszteletű Koncz Zsolt református lelkipásztor urat, hogy mondjon áldást. A mi segítségünk és ez emléktábla avató alkalmunk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Krisztusban testvéreim a 90. Zsoltárból Isten igéjét, az első 2 és a 16.-17. verseket. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon és méltóságod fiaikon. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata, kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Fogadjuk Istennek áldását. Áldjon meg titeket az Úr és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon néktek békességet. Amen. Mindenható Isten hallgassa meg az áldó és beszentelő szavakat. Ezek után koszorúzásra kerül sor. A katolikus egyház részéről koszorúz főtisztelendő Varga János Esperes úr, továbbá főtisztelendő Takács András plébános úr először. Valamint Szabó Gábor görögkatolikus főtisztelendő úr. És a
református lelkipásztor, nagyiszeretű Koncz Zsolt lelkipásztor úr. Ökumenikus, szeretetteljes egyesítésben történik. Ünnepségünk végére érve énekeljük el Nagy Csaba tárogató művész játékának vezetésével a szózatot. Köszönjük a részvételt, és szeretnék köszönetet mondani a mai is szép ünnepség alkalmával. Először is Vitéz Simon József ezredes részre feltöltött emlékmű megáldás alkalmával minden kedves vendégnek. Megköszönöm Varga János szabolcsi főesperes úrnak, hogy vállalta a püspök atya helyett nevében, akinek elfoglaltságáért, aki nem tudott jönni, az emlékműnek a megáldását. Szabó Gábor paroks úrnak és Koncz Zsolt református lelkész úrnak jelenlétét, megáld imádságát. Megköszönöm
Zakor Ildikó polgármester asszonynak és Jéző asszonynak és a alpolgármester úrnak és önkormányzat képviselőtestületének elfogadták a meghívást és részt vettek az emléktábla alkotásán. Ugyancsak köszönöm Emily Dániel úrnak, a Propatria Alapítvány elnökének és az alelnök úrnak is fáradozását, amit tettek azért, hogy az emlékmű létrejöhessen és itt a templomkertben felállíthasson, és mostan a megáldásra sor került, amely mindig őrzi majd Vitézsimény József Eszeres úrnak a emlékét. Köszönöm dr. Zsohán János professzor úrnak köszöntő szavait és a kontrollását. Ugyancsak megköszönöm Nagy Csaba tárgató művész úrnak a játékát. A koszorozás is az egyház vezetőjének és képviselőtagjének a részvételét, és mindenkinek, akik eljöttek erre az emlékmű áldására és avatásra, felszentelésére. Az ünnepség után minden kedves vendége szeretettel várunk és agapél itt a templomkertben, föntött sátornál. Köszönöm szépen a jelenlétet mindenkinek. Köszönjük szépen. Dani bátyám, gyere már, légy szíves ide a túloldalra még. Minden szem te rád szegeződik, Uram, mert te adsz nekünk eledelt alkalmas időben, csak kitárod karodat és betöltesz áldásoddal. Áldj meg minket, ételünket, italunkat, aki itt, Urunk Jézus, légy vendégünk. Adjon, Uram, hogy jó lessék, Jézus neve dicsértessék. Tessék. Sorokoztatni.